요약이 디바 민덴티넥 민덴티암 에케스파 베게리 마르콧 시트 노플로 이베르티 슈토노 이것은 냠 라치 데 슈토노 펜스파 노 빌라고 샤고 투디우 úgyhogy van az az ima, hogy szívem első gondolata, azt egy közösen imádkozzuk el az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata, hozzád szállt el Isten, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel üntelen. Szűz Mária, Jézus Anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyd. Amen. Az első énekkel kezdjük, Jöjj Szent Lélek, jöjj közénk, ott a lapon megtaláljátok. Aki ismeri, énekelje jó hangosan, aki nem, az tanulja meg és próbálkozzon meg ő is. Istennek van egy üzenete számunkra, ezt a napi evangéliumban meg is találhatjuk. Próbáltok figyelmesen hallgatni, és ugye fogtok hallani szereplőket a mai evangéliumban. Próbáltok azonosulni valakivel. Ugye mi általában először azokkal szoktunk azonosulni, akik negatívak, például a tékozló fiúban, nagyon sokszor tékozló fiúval, vagy abban a történetben, hogy a szélgalmas szamaritánusban megvert emberrel, vagy akik elmennek mellette. De próbáljunk kicsit pozitívan gondolkodni, hogy nem mindig a negatív személyekre gondoljunk és felük azonosuljunk, hanem azokkal, akik segítenek. Például a tékozló fiú történetében próbáljunk azonosulni az irgalmas atyával, vagy az irgalmas szamaritánussal történetében azzal, aki segít embertársán. Úgyhogy most hallgassuk meg a mai evangéliumot. A
ami Lukácsból van. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és kódult. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názareti Jézus megy arra. Erre így kiáltott fel. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássa. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta, az egész nép dicsőítette Istent. Ezek az evangélium igény. Áldjon téged, Krisztus! Nagyon szép is történet a evangéliumban. Az ember ahhoz, hogy odajusson, eljusson az út széléig, egy nagyon hosszú utat járt be. Most nem a fizikai, ugye a lábaival gondolok, hogy oda gyalogolt, hogy oda tapogatózott, hogy oda jusson, hanem a lelki odajutás. És gondoljátok, hogy képzeljétek el, és nem kell elképzelni, de tudjátok jól, amikor sötét van, milyen nehéz. Akár este kimenni az ágyból, kimenni a mosdóra, sötétben nagyon nehéz. Vagy amikor ugye valami betegek vagyunk, és esetleg, ha már letapartátok a szemeteket, látjátok, hogy milyen tehetetlenség fog el. Tehát a sötétség, a vakság, ez nem egy kellemes dolog, mint minden betegség. És aki benne van, az kiszolgáltatottnak érzi magát. Úgy érzi, hogy egyedül van, küzd. És belenyugszik egy időben után, mert az ember gyorsan alkalmazkodik, de ez a belenyugvás, ez csalódásokkal tele. Ugye, hogy ez a vakember is, ő már belenyugodott a sorsában, de ugye hallottuk, hogy hallja, hogy a füle az működik rendesen, hallja, hogy valami történik körülötte, egy kis remény. Hátha valaki tud rajta segíteni. Ugye milyen nagy öröm, amikor mi is érezzük, hogy mindennek vége, de van egy kis remény, hogy talán mégsem mindennek vége. És akkor az Úr Jézus ugye pontosan tudja, kiről van szó, mert ő nem csak ember, hanem Isten is volt, és mégis felteszi ezt a kérdést, hogy mit akarsz? Ugye jó Isten tőlünk is megkérdezi mindig, hogy mit akarsz? Mit szeretnél? És ezért kell tőle kérni, hogy neki hálát adni. Ezért van az ima. Tehát a jó Isten nem fogja teljesíteni az imánkat, ha nem kérjük. Ha nem akarjuk. Miért? Mert a szabad akarat. Ugye az, ami közre játszik, az, ami segít abban, hogy az Isten akaratát elfogadjuk, és a csoda velünk megtörténjen. És akkor azt mondja neki, hogy lássa. Az Úr Jézus meggyógyítja ezt a vakot, mert van hite. Akinek van hite, az mindent le tud győzni, minden akadályt. Könnyebben néz szembe a kudarcokkal, a kihívásokkal. Ugye a pszichológusok nagyon sok tesztet is csináltak olyan embereken, akik hittek, hívő embereken, és akik nem hittek, tehát nem hívő embereken. És a hívő emberek sokkal jobban kitartottak, sokkal jobban bírták a szenvedést, a nehézséget, a megpróbáltatást, azért, mert nekik volt akiben kapaszkodni. Mi az Istenben kapaszkodunk, és ma is azt kérjük tőle az evangéliumban, hogy adjon erőt észrevenni a jót, segíteni embertársainkon, egy jó szóval. Az időnk ugye nagyon rövid, és
bízunk benne, hogy nem fog bekövetkezni az, mint Ausztriában, hogy most mindent leállítanak, mert nem egyszerű, nektek sem egyszerű otthon lenni, tanulni, gép előtt, nekünk sem egyszerű a tanároknak, hogy készülni és próbálni a legjobbat kihozni. Ezért imádkozzunk a Jóistenhez, hogy tudjuk értékelni az, ami most van, ami most a mai napon történik velünk. Úgyhogy most énekeljük el a másodikat, ez az a nap, ezt gondolom többen ismeritek, csak próbáltok belekapcsolni. Ez a nap, itt az Úrrendet, itt az Úrrendet. Ez a nap, itt az Úrrendet, itt az Úrrendet. Örvendjünk még, adjunk el a hangot. Örvendjünk még, adjunk el a hangot. Ez az a nap. Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk. Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk. Szolgáljunk hűséges emberek, szolgáljunk hűséges emberek. Jézus az Úr, akit szolgálunk. Most egy kis történetet fogok felolvasni, többen is már ismerhetitek, hallottátok ezt a történetet, de nem valaki ismeri, akkor próbáljon belekapcsolódni. Bruno Ferrero, az asztalos műhelye. Volt egyszer, nagyon régen, egy kis faluban egy asztalos műhely. Egy szép napon, mielőtt az asztalos mester távol volt, a szerszámok nagy tanácskozást tartottak. Az ülés hosszú és élénk, helyenként már-már szenvedélyes volt. Arról folyt a szó, hogy a szerszámok tiszteletre méltó közösségéből hány tagot kell kizárni. Egyikük így vette át a szót. Ki kell zárnunk fűrész nővérünket, mert harap és csikorgatja a fogait. Az övé a föld legharapósabb természete. Egy másik közbeszól. Nem tartatjuk magunk között gyaluhugunkat. Éles és szőrszál hasonlató természete van. Megtépáz mindent, amiért csak hozzáér. Kalapács bánknak, protestált egy másik, nehéz és erőszakos természete van. Mondhatnánk egy verőlegény. Kiállhatatlan, ahogy állandóan csak üt, ver, mindenkinek az idegeire megy. Zárjuk ki. És a szöveg, hát lehet együtt élni ilyen szúrós népességgel? Tűnjenek el, és reszelő meg ráspús. Velük élni egyenlő az állandó viszálykodással. És kergessük el Smirglit is, aki élete egyetlen értelmének tartja, hogy összekarmolja, akit legközelebb talál. Így vitatkoztak egyre ellenségesebben az asztalos szerszámai. Mindenki egyszerre beszélt. A kalapács ki akarta zárni a reszelőt és a gyalót. Ezek a maguk részéről a szögek és a kalapács kizárása mellett kartoskodtak, és így tovább. Az ülés végére mindenki kizárt mindenkit. A gyűlésnek az asztalos visszatérése vetett egy csapásra véget. Mindegyik szerszám elhallgatott, amik a munkaasztalhoz látták közeledni a mestert. Az ember fogott egy deszkát, és elfűrészelte a harapos fűrészsel.
legyalulta a gyalúval, aki mindent megpipálsz, amiért csak hozzáér. Rögtön ezután sorban akcióba lépett fejszenővé, aki durva sebeket ejt, és az érdes nyelvű ráspol nővér, és a karcalos, karmalos, smirbi guhocska. Az asztalos ezután a szúros természetű szög fivéreket, majd az ütőverő kalapácsot vette a kezébe. Valamennyi csúk természetű szerszámát arra használta fel, hogy a bölcs, hogy egy bölcsőt fabrikáljon. Egy gyönyörű bölcső, egy megszülető gyermek befogadására. Az élet befogadására. Hogy a mai napon az a kis történet megtanít bennünket, hogy legyünk nyitottak mindenki számára, mindenki értékes, a maga módján mindenki a sajátját behozza a közösségben. Van, aki lehet, hogy szúrósnak tűnik, van, aki ütőverőnek, de ne ezeket a tulajdonságokat nézzük, hanem azt, hogy mit lehet közösen kihozni. Egyedül lehet, hogy egyszerű, de ha közösen összerakjátok a talentumaitokat, ami a tennapi evangéliumban is szólt, nagyon szép dolgokat lehet megvalósítani. Most pedig imádkozzuk el majd egyik ülve a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most akkor az utolsó éneket. Thank you.
Istentől az ő áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon és őrizze meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Reggeli már véget ért, menjetek és szolgáljátok egymást szeretetben. Isten legyen áldott.